Egyszerűen tehetetlen Rodriguez ütéseivel szemben. Rodriguez ütései valósággal záporoznak Clarkra, akit megvédi terem felének energikus mozgása. Buffalóban ma este tömegverekedés tört ki egy jótékonysági meccsen, amelynek bevételét az ifjúsági bűnözés elleni. A rendőrség megpróbált közbeavatkozni. A verekedés késő éjszakáig folytatódott. Több személy súlyosan megsérült, és számos kirakatablak betört. Na, rajta. Okos fiú vagy, de nem valami tanulékony. Gyere csak bátran, meglátjuk, ki győzi le a másikat. Talán jobb lenne, ha kölcsön kérném azt a pénzt. Ne legyen nála. Csak fejsze ne legyen nála. Kérsz belőle? Ha nem szereted az osztrigát, tonhalam is van. Nem, köszönöm. A nevem Cody Rome. Louis Blanc. A jutalomért csinálod? Nem, nem. Én csak, szóval... Igen. Gondoltam, így meg tudom szerezni a pénzt, hogy beiratkozhassam a Buddy Klubba. De ez baromság. Igazán meg vagyok a Buddy Klub nélkül. Szóval szerintem igazán nem fontos ez a Buddy Klub. Mit csinálnék azokkal a nagy muszklikkal? Nem menne rám egyetlen ruhám sem. Hey! Ha bárkinek szólni mersz erről,
Meg kell, hogy öljek. Biztos, hogy nem kérsz osztrigát? Szerinted melyik hangzik jobban? Vagy? Nekem személy szerint ezt tetszik. Írd alá alul, tédd le a hátát. Ragaszd fel a jobb oldali dobozra. Írd alá, tébb le, ragaszd fel. Írd alá. Szóljon. Mr. Dobos! Mi az, Frank? Tudom, ki a tolvaj. Ki az? Egy diák. Írja le a külsejét. Fiatal fiú, jacket viselt. A kiindulási pontokat még nem túl sok, Frank. Na és az évkönyv? Egy évkönyv volt nála? Ó, hát persze, egy évkönyv az azonosítás miatt. Helyes, jöjjön. Kocs, beszélhetnék veled egy kicsit? Le kell tennem. Mit segíthetek? Hát, elég ostoba dologról van szó. Egy itteni diák kihívott egy verekedésre, és nekem nincs szándékomban verekedni. De arra gondoltam, mi történik, ha ez a fiú tényleg rám támad? Lejárt a bérleted. Micsoda? Tavaly beiratkoztál a sportklubba, de meg kell újítani a bérleted. Jaj, igen, majd befizetek. Oké, rendben. Bár nem valami sűrű járogatsz le a klubban. Nem, őszintén szólva nem igen. Értem. Azt szeretném, hogy amennyiben megtámad, képes legyek lefegyverezni a fiút. Szóval azt szeretnéd megtudni, hogyan lehet lefegyverezni. Aha. Nem. Tegyük fel, hogy szemből támad, igaz? Hm? És mondjuk villámgyorsan lehajol, és megragadja a lábadat. Akkor azt csinálhatod? Várj. Nem hiszem, hogy épp a lábamat ragadnám meg. Nem gondolod, hogy inkább öklözni fog? De, igazad lehet. Igen, ismerem ezt a lányt. Nagyon csinos. Nem. A következőt csinálod. Először is kerülj a háta mögé. Innen már gyerek játszik. Várj egy kicsit, Kács. Nagyon sajnálom, de... Szerintem semmi garancia nincs rá, hogy a háta mögé kerülhetek. Ha csak föl nem mázom a hátára. Igen. Igazad van. Semmi baj. Mi lenne, ha fegyvert vennél magadhoz? Nem. Itt van a fickó, megvan! Hogy is állunk azzal a jutalommal? Nos, kérdeztem valamit. Ki tudja a választ? Gyere velünk, fiam! Én? Nem tudom, mit akarnak, de én nem csináltam semmit. Én ártatlan vagyok.